Ezzel most ifjabb Héder Zsolt fordulhatna kapura, és a keresztlabdája sem rossz Faragónak. Lágy emelés, és ott a gól! A negyedik percben vezet a Fegyvernek egy zseniális Faragó találattal. Talán Szász az, aki jobban hiányzik az eltiltottak közül a Fegyverneki csapatban. Még két hete állították ki, és mint visszaeső kapott öt meccset a múlt héten. Elmeszelt Héder Zsolt, kevésbé érzékeny veszteségűt a kispadról állították ki. És ő nem is nagyon szokott játszani. Szent Annai jól jön be. Faragó pedig el tudja öklözni. Nagyot kell majd harcolni ott a pontrugásoknál Faragónak a úriorgas karcagiakkal. Szent Annai szabad rugásai és szögletei ráadásul azért is veszélyesek, mert gyakran oda kanyarintja a kapu előterébe. Ő magában is igen komoly potenciál magában rejtve. Farkas. Héder. Jó labda a másik oldalra. Ez már a második ilyen nagyon jó és pontos meglátása Hédernek. Ebből szerencsére nincs gól, de csak azért nem, mert Belényesi fölé tenyereli. Közben egy újabb Faragó védést csodálhattunk meg. Aztán pedig egy pontos kirugást. Nem volt nehéz dolga az a csorgó labdánál. Pehére Héder nem tudta lekezelni a fölrugott labdát. Ez most remek indítás, Erdei, elcsúszik a kapus. És aztán Kinyik megmenti a Fegyverneket. Még mindig ott a helyzet. Székely, ebbe is beleállnak. Kupai. Igazi tüzi játék. Pedig már elmúlt augusztus 20-a. És aztán Szent Annai. Hát ha ilyen vészkapusa van a Fegyverneknek, akkor a kormány akár aggódhat, hogy a fölépülése után visszaveszi-e majd az első számú posztot. Nagy indítás. Rózsa. Át akarta tenni Faragónak. Ott van még a labda, jönni el kell Belényesinek. Magához szorítja. Az első négy meccsen nem ő védett. Akkor utána azt mondta Orosz István, hogy eredetileg is négy meccses ciklusokat szánt a kapusoknak. Neki most ez a második találkozója, és összesen a 17. olyan mérkőzés, amikor az ő nevével kezdődik a karcagi összeállítás 2015 tele óta, amikor ideigazolt. Szent Annai lő, laposan. Nincs gól. Sikerült kiegyenlíteni. A Faragó gólja jelentette hátrányt. Kupai. Kifelé cselez, aztán ad egy kötényt Farkasnak. Ez is jó meglátás, és ott az egyenlítő gól. Erdei Tibi balosa után legalizál a karcag. Terjék. Még mindig ő nagyon harcos, nagyon elszánt. És aztán most Erdeinek Farkas önfeláldozó belevetődés. Kívül hasznosan futballozik 50-hez közeledve is. Székely, lágyan, Kupai. Elmegy keresztbe a kapu előtt, senki nem érkezik második szándékból. Az előzőt Szent Annai elengedte Terjéknek. Ezt most nem.
Szent Annai marad a labda mögött a 41. percben. Jó tekerés! Földbe gyökerezett Faragó lába gólvonalon. Karcagi szöglet. Tavaly és tavaly előtt 3-0, előtte 2-0, azt megelőzően pedig 1-0-ra győztünk itt. És a 7-1 és az az 1-0 közt volt még egy 4-0 és egy másik 1-0. Itt a Ligeten volt, ami itt bent az ápályán volt, ami kint a B-n. Egyértelmű karcagi fölény. Jó az! Szőke ott van még, sikerül azonban kiválni, jött egy sarokrugás a másik oldalról. Nem tudom, hogy Orosz István taktikai okok miatt, vagy pedig sérülés miatt jött le a pályáról, és nézi a második félidőt majd a kispadról. Azért az ő vehemenciáját ismerve könnyen lehet, hogy inkább majd állva, ugrálva a pálya mellől. Ez persze a játékosoktól is függ. Szent Annai. Jó az. Faragó elpaskolja. Nagy védés volt. Kovács László. Ő meglő. És lepattog. Lepereg. Hát ez most nem Faragón múlott. Szokták mondani, hogy jó kapu szemmel véd. Faragó egyelőre ezt is nagyon jó fokon űzi. Szó szerint kinézte a lövést a bal alsóból. Oda szögezzük a fegyverneket a kapuja elé. Folyamatosan jönnek a szögletek a második fél időben. Erdei nem tudja a vendéglábak között belőni az üres kapuba. Szent Annai újra, ez is fejes, ez meg fölé megy. Lábbal a legkiválóbb kapusok között van. És hát azért mutatott be néhány olyan védést ma, ami alapján azért más tekintetben is ide vehetjük őt. Most vajon kell-e majd védenie? Terjék és szívós a labda mögött. Karcagi szabadrugás. Szívós ma még nem lőtt, most ő teker. Faragó magához öleli. Jös. Terjék. Pici talp volt, de mehet tovább a játék. Erdei farkas bevetődve. Óriásit futballozik. Terjék. Erdei. Erdei nem lövi el, Bukovszky nincs lesen, kapu mellé, de nagy helyzet volt. Kicsit nagy a táv, rúgtunk már ennél közelebbről, igaz messzebbről is. Lássuk, nekünk van-e Faragó Attilánk. Terjéknek hívják! Vej telibe a keresztlécet, életerős, jó kísérlet. Most nagyon közel jártunk a vezető gólhoz. Csortos tovább csúsztatta, aztán picit lekönyökölte Faragót. Hajlalja még a fülét. Szent Annai, nagyon pontos indítás. Székely, nem tudják fölrugni sem. Ez Székelynek zicser, becselezi és kivéri Faragó Zsolt. Szent Annai. Terjék, teljesen üresen kéri és kapja Erdei. Székely. Kinyik lába is ott volt, így nem tudott lőni Székely Dávid. Kovács. Erdei meglövi. Balogról lepattan. Szent Annai életerős. Lejte komoly kis löket volt. Ezt is kivédi Faragó.
picit dadogott a kezében. Nem csorgott azonban be a kapuba. Nem veszi észre. A játékvezető, hogy cserélni szeretnének a vendégek. Nagy helyzet, Terjék, ezt is védi a kapus. Csortos, jó labdát kap, Kocsis azonban visszaér. Nagyon fontos mentés. Sarokrugást azonban megelőzi, nem úgy tűnik. Egy csere. Majd csak utána, Faragó. Lágyan, a rövidre, visszakanyarintják, és nincs bent. Bukowski kisúsztatja, Bábi megmenti, és bedobásra rúgja. Szőke lekészíti Szent Annainak, most lépnek ki rá, ott a blokk, Faragó Zsolt pedig megmenti a szögletet. Talán az első rossz kirúgása a meccsen. Hamar, még van idő. Szabó. Székely Dávid. Bukowski. Elpacskolja a kapus, Székely fölé rúgja. A meccslabda. Három karcagi játékos is összeroskadva a földön. Mindent kihagyunk ma. Csapatunk vezetőedzével, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pisti, hát a mai mérkőzésben is benne maradt két pont, csak úgy, mint Jászfényszorán, most is egy rendkívül szervezett csapat volt az ellenfél. Hogyan értékez az első félidőt belülről, aztán a másodikat kívülről? Igen, én is úgy érzem, hogy a két pontot megint el sikerült halasztanunk, hogy nem tudtuk megszerezni. Egész mérkőzés alatt én úgy éreztem, hogy tényleg ők csak úgymond az egy pontért jött a fegyvernek, beálltak védekezni. Ezt már erre készültünk is, próbáltam felhívni a fiúk figyelmét, hogy minél többet birtokoljuk a labdát, és nem elég hátul, hanem középpályán is birtokolnunk kell a labdát. Nem voltak visszalépések a támadásunknál, nem voltak területürítések, és ezért nem tudtunk szerintem sok gólhelyzetet kialakítani az első fél időben. A második fél időben, ahogy fogyott az ellenfél, annál több helyzetünk volt. Sajnos olyan paszban vagyunk, hogy úgymond előrefele rengeteg helyzetet kidolgozunk, de nem tudjuk berúgni. Hátul meg helyzet nélkül rúgják a gólokat. Most is olyan gólt kaptunk, ami szerintem védelmi hiba volt egy az egybe, szerintem ez is. Úgyhogy ilyen paszban vagyunk. Azt mondtam a fiúknak meccs után, hogy ezt csak mi tudjuk kiköszöbölni, és csak úgy tudjuk kijavítani, hogyha minél többet teszünk érte edzésen is, és jövő héten is a Tiszafüred ellen. Megint azt mondom, hogy jobbak voltunk, de az egy pontot tudtunk csak szerezni. Az első három meccset nyertük a bajnokságban, aztán a következő három már nem annyira jöttek az eredmények. Kívülről kérdezem, a fejekben a három győzelem nem okozott egy kis túlzott eufóriát? Nagyon remélem, hogy nem. Belülről is, de kívülről is látom, hogy rengeteg hibával dolgozunk. Nagyon sok játékosom nincs fizikális állapotban olyan, ahogy kellene. Nincsenek van két-három játékos, aki abszolút nem tud sprintelni, egy sebességben dolgozik egész mérkőzés alatt.
És ilyen csapatok ellen, ahol a robbanékonyság, az 5-4 méteres megindulások, azok a kiürítések és a gólhelyzetekben, azok a kényszerítők, a kispasszokat, hogy tényleg, én azt mondom, hogy inkább fejben vagyunk nagyon lassúak. Itt, amikor betörmőrő az ellenfél, és gyorsabban kellene dönteni, hiába edzéseken dolgozunk, sok labdatartást gyakorlunk, hogy minél gyorsabban döntsünk, és minél úgymond kevesebb idő legyen a döntésekre. Ez nem mutatkozik be a játékunkban. Megmutatkozik, mert vannak helyzetek, de ott mindig rendre rossz dolgokat hozunk, és az a baj, azt kell mondanom, hogy Székely Dávid kivételével a támadóink nem veszélyesek kapura. Megvannak a helyzetek, de nem tudnak gólt rugni. Ez mind koncentráció hiány, meg az, hogy erőbe, amikor már odaérnek, elfáradnak, és nem tudnak jól dönteni. Ebben látom a hibát, hogy ebben rengeteget kell fejlődni. Én elmondtam, hogy persze megvannak a hibák, azért játszunk megye egybe, mert azért több hibával játszunk, mint egy NB1-es játékos, de olyan alapvető hibákat veszek észre, amit nem kellene, és még egy másik, hogy mindig bonyolítjuk a játékot. Egy kétérintős játékot, amikor meg lehet oldani, akkor mi még egy cselt bevállalunk, akkor még egy visszahúzós cselt választunk inkább. Úgyhogy ebbe kell szerintem fejlődnünk, hogy sokkal Székely gyorsabban Dávid kellett előre fele dönteni. A sérülés lista két emberrel csökkent, Dávid, valamint Bukowski Dani visszatért. Bukowski. Viszont Szívós Gyula hagyta ki a mai meccset. Elpaskolja a kapus, Székely fölé rúgja! Már szerintem jövő héten ő is fog játszani. És nagyon remélem, hogy nem fognak megsérülni Dávidnak, még a játék, amíg azért kérdőjeles volt. Én még féltettem is, mert nem is akartam játszatni, de vállalta a játékot, reméljük, hogy most nem fog rásérülni a térdére. Úgy néz ki, hogy most mindenki egészséges, úgy fogunk Tiszafüredre elutazni, hogy tényleg teljes kerettel. És nagyon bízok benne, hogy tényleg az a 4-5 játékos, aki most, én úgy érzem, hogy nem úgy tette oda magát, nem 100%-osan, az tényleg ő is oda fogja tenni magát, mert az 50%, ha híja van, még a 10% is sok, nem hogy az 50. Orosz Istvánnak köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A vendégek mesterével, Faragó Attilával beszélgetünk. Hát először is gratulálok az egy ponthoz. Egy igazán szervezett masszív csapat benyomását keltettem a fegyvernek, és egy igazán kinkeselves, küzdős, küzdelmes mérkőzésen sikerült egy pontot szerezni. Először is köszönjük a gratulációt. Nehéz sorozat vége felé vagyunk, még azért végén nem vagyunk, mert még jön egy Szajoli és egy Csépai mérkőzés. Az előző három mérkőzésünk egy Jászfényszorú, ahol szintén egy ugyanilyen mérkőzést játszottunk, 0-2-ről fölállva sikerült döntetlenre hozni a mérkőzést. Majd múlt héten nem jó körülmények között a 95. percben kapott 11-essel, ami azt mondom, hogy nevetséges volt, kaptunk itt Tiszafürettől. Ezeken a mérkőzéseken bizonyítjuk azt, hogy a jobb csapatoknak is meg kell szenvedni ellenünk. A kapuban már fordulók óta egy komoly sérülés miatt vészkapussal kell szerepelni. Hogy sikerül lemeccselni, hogy kiálljon a vonalon? Hát annyiba nem egyszerű, de annyiba könnyebb helyzetben vagyunk, hogy az öcsém, Faragó Zsolt és én is voltunk kapusok, tehát eddig én védtem mérkőzéseken, most ő rájutott a sor. Úgy mondom, hogy nem ezeken mentek el a vereségek, tehát nem a kapusposzton. Sajnos eltiltásaink, munkahelyi elfoglaltságok, sérülések nehezítenek. Azt mondom, hogy egy kicsit szenvedős most ez a bajnokság eleje. Az elmúlt 15 évben nem sikerült karcogon pontot szerezni a fegyverneknek, sőt az utolsó gólig is igen messze kell visszamenni, azt is önszerezte még 2009-ben. Most azonban összejött a pont. Gondolom az ilyen taktikai, illetve statisztikai adatokat nem tartják számon fegyverneken, de azért mégiscsak nagy szómúsként tekintenek a karcagra. Van azért egy statisztikusunk, aki elég sok mindent tud a fegyverneki labdarúgásról. Erre mondják azt, hogy jó, hogy minden sorozat egyszer megszakadt. Hál' Istennek ma megszakadt, és sikerült ezt a mérkőzést hoznunk. Nem mumus, karcag egy jó csapat, tehát mindenkinek nehéz dolga van karcagon. Inkább elmondhatjuk, hogy nyert ma a csapat egy pontot, mint bukott kettőt, ugye? Én úgy érzem, hogy se nem bukott, se nem nyert, kaptunk egy pontot érte, ezt meg kell becsülni. Ezért gratulálok a következő hetekre, pedig jó munkát kívánok önöknek. Szépen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.